Pákoliszni Lengyel Erikának hívnak, és a Paksi Szivárvány Egyesület vezetője vagyok. Az Egyesületünk 8 éve működik. Alapvetően, amikor létrejöttünk, akkor az volt a cél, mert magamnak is van egy fogyatékkal élő nagylányom, hogy a fogyatékkal élő fiataloknak nyújtsunk egy sorstárs közösséget. De aztán egy kicsit a Covid alatt átalakult a tevékenységünk, mert ugye találkozni nem tudtunk a tagokkal, viszont nagyon sok megkeresést kaptunk ugye szociális témában, mert ugye nagyon-nagyon nagy problémákat okozott ugye a Covid miatti munkanélküliség, egyebek, és akkor gondoltuk, hogy hát ne üljünk otthon, mert ki tudja, meddig tart ez a dolog, mint ahogy el is tartott ugye jó sokáig, mint később kiderült, akkor kezdtünk ebbe a karitatív tevékenységbe, és így lett akkor az Angyal Kommandó. Hát ez a negyedik iskola kezdési szezonunk, és a tavalyi évben már sokan kerestek úgy, hogy ugye az iskolában hivatalosan megkapott tanszer listájukat ugye hozták nekünk, hogy hát esetleg azt próbáljuk meg. Úgy gondoltuk, hogy hát akkor hát ha lesznek rá jelentkező vállalkozó szellemű kedves emberek, akik egy-egy tanszer listát ugye örökbe fogadnak, és akkor azt megveszik, és akkor vagy ide hozzák nekünk a raktárba, és mi átadjuk az illető családnak, gyermeknek, vagy pedig ők személyesen is átadhatják, ugye akkor átélhetik az adományozásnak a közvetlen örömét. Szeretettel a Paksifra ajándékcsomagát. Remélem tudunk segíteni egy kicsit. Nagyon nagy segítség, köszönjük. Erika, egy pár szóban el tudnád nekünk mondani, hogy miért Tóriékra esett a választás? Persze, Tóriékat régóta támogatjuk. Talán sokan emlékeznek még rá a nézők közül, hogy egy időben volt az ő kisfiának, Teónak gyűjtés, mert Teó daganatos betegséggel küzd. Ugye sok küzdelmen vannak ők is túl, és hát ezt tudjuk, hogy egy beteg gyerek a családban az azért elég sok kiadással jár, és eléggé meg tudja. Nem tudom, mennyire érzékeny neked most közben eszembe jutott, hogy talán Teóról egy pár szót, ha tudsz beszélni. Jelenleg ott tartunk, hogy kontrollvizsgálatokra járunk, ugye fél évente van MR vizsgálat, 3 havonta ultrahang és vizelet, illetve vérkép, ugye tumormarker, akkor vizeletből a VMA-t nézik neki, ugye, hogy nem emelkedik, mert amint ugye ez emelkedik, ott már ugye baj van. Illetve ugye neki a gerincébe bent van, amit ugye nem lehet kiműteni. Mert Magyarországon nincsen olyan specialista, aki megmerni. Próbálni, felmerni, tárni, mert ha úgy érintik meg, ugye, akkor le is bénulhat alul teljesen. És ugye mikor volt neki a műtét, ugye ezzel gond is volt, mert akkor ödémás lett a bal lábán az ideg, és le is bénult részlegesen. Úgyhogy Teónak újra kellett megtanulni mászni, felállni, sétálni, minden. Jelenleg egy életvédelem, csak előtt utcában.